Sziasztok, én Alex vagyok, és most szeretném bemutatni a Julefontól a 20WT névre hallgató okostelefonját, ütésálló telefon, outdoor telefon és walkie-talkie telefon. Na nézzük is, mi van a csomagban. Na nézzük. Van egyszer a szokásos kis dolgunk. Itt van egy erős üvegfóliánk. Adnak hozzá, majd mutatom, a tetején van egy ilyen betekerhető rész, hogyha nem használjuk az antennát, user manuál, csuklópánt. Jó dolog, hogyha van. Akkor itt van a készülékünk. Így néz ki. Nyers adatokról rá fókuszálunk. IP60, az IP69K tanúsítvány. Miles TD 810H. És a processzort nézzétek. Nem gyenge proci van benne. Helio G99-es 6 mm-es. Wow! És walkie-talkie funkció. 12 GB RAM, 256 GB belső memória. Ki használja azt föl? Az rengeteg. 5,65 colos Full HD pluszos kijelző, 50 megapixeles reál hátsó kamera, és 10.850 milliamperes akkumulátor, és 33 wattos gyorsütés, és Android 12. Nos, nézzük, hogy mennyire lehet szépen levenni ezt a fóliát. Le lehet, jó. Így. Mutatom így az oldalát. Itt van a tetején az antennának a megoldása. Ezt ki kell csavarni, és ide lehet az antennát felrögzíteni. PTT, push-talk gomb. Hangerőszabályozó. Ide van írva waterproof. Na, ezt még így nem láttam. Picit oldalra van rakva az USB-C, de tök jó. Jó. Ugyebár azt kell róla tudni, ő tényleges sztereó hangszórón fog tudni. Utána néztem. Úgy lenyomat szenzor, bekapcsoló gomb. És így néz ki a hátulja. Szerintem nagyon jól néz ki. Azt kell tudni erről a készülékről, gyerekek, hogy ezt a hátlapot kell lecsavarni, adnak hozzá egy csavarhúzót, hogy a két SIM-kártyát és a memókártyát bele tud rakni. Ez nem tálcás megoldás, mint a legtöbbnél, hanem simán egyszerűen ki kell csavarni ezt. De szerintem nem rossz ez se. No! Én azt mondom, nézzük meg, mi van továbbra a dobozba. Ugyebár szokásos elválasztó papír. Van egyszer egy USB-C kábelt kapunk hozzá, mind a két vége C-be végződik. Kapunk hozzá egy 33 wattos adaptert, USB-C már a teteje. Wow! Tud? Jó. Kapunk két darab csavarhúzót. Az egyik, hogy a tetejéről leszedjük a történetet, a másik, hogy a SIM-kártya tárcához férjünk hozzá. Igen, és itt van, amit én kerestem, az antennánk. Be is van csomagolva. Így, ki is lehet szedni. És itt előttetek fel is rakom az antennát.
Na, ezt ki kell csavarni. Még egyszer mutatom. Ezt itt. Csavaros kis dolgot. Tök egyszerűen kijön. Le is jött. Ebből kapunk 3 darab pótot, vagyis plusz még 2-t, bocsánat, nem 3-at, 2-t. De ezzel együtt 3 van. És ide föl lehet rakni, és lényegében innentől kezdve egy teljes értékű walkie-talkie a készülék. Ez miért jó? Ez azért jó, gyerekek, mert ez a walkie-talkie funkció, hogyha esetleg valahol olyan helyen vagytok, ahol nincsen net, ott nagyon jó használható. Arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy hogy néz ki itt a hát. Ugye én már nagyjából kicsavaroztam. Alapból mellé kellene ugyebár hozzá egy csavarhúzót. A csavarokra, mikor leszedjük ezt a hátlapot, jobb, hogyha egy asztalon csináljuk, vagy megkérjük bent a boltba a fiúkat, mert hát eléggé aprók, azt el lehet hagyni. Aztán az ember nem akarja elhagyni ezeket, mert akkor nem lesz szigetelése az egésznek. Na, így lejön, itt van a ülefon, sima egyszerű fémlap lényegében, és így néz ki a SIM-kártya tálca. Memo kártya és két SIM-et tud fogadni, ez a piros körülötte, ez meg a szigetelő anyag. Nos, ugyebár kapunk egy sima stock androidot, lehet látni a fiatal ember itt. Egy rádióadóvevőként használja ezt a Ulefon készüléket. Hopp, beléptem az órába. De az a lényeg, hogy igazából működik a rádióadóvevőszer, de mivel digitális, így sajnálatosan nem tudom kipróbálni. Így az egyéb funkciókra térjünk át. Most így kifotóztam a benchmarkot, ezt a pontot érte el. Akkor mi van még? Ja, nem. White light test. Stabilitás. 98,9%-os stabilitása van ennek a telefonnak, ami nagyon jó. Extreme testben ez a 3D Mark tesztje tökéletesen jó megfelelt. Hát így a kamerát... Mert nem nagyon hordtam a készüléket, így nem volt időm letesztelni. De most csinálok valami olyanról képet, ami eléggé részletes. Igen, közben jó halljátok, ha esetleg hallatszik a videóban, elkezdett esni az esőként. Na ebben éjszakai látó az biztos, hogy nincs. 50 megapixeles hátlapi kamera van benne. Helio G99, bocsánat. És nem 8 mm-es lapka, hanem 6 mm-es lapka készlet van benne. Hogy mire jó a 6 mm, meg a 8 mm, ne kérdezzétek, én stapabíró telefonokról ennyit értek. Az, hogy ennyire okosak, ez csak 2K-t tud, maxba. Rázumolunk. Így mi. Ebben szintén nincs stabilizátor. Alapdolgokon alapdolgok lefotózására tökéletes, de arra, hogy ezzel profi minőségű képeket csináljuk, ez nem arra való. Ez arra való, hogyha bármit le kell fotózni, akár egy iratot, vagy bármit, arra tökéletes. Ugye stock droidunk van. Van nekünk navigálósáv, tessék. Én azért szoktam erre állítani, erre a kamera hajlamos rájzni, mert nekem ez a... Nem mondom, hogy nem tudom használni ezt a kézmozdulatos dolgot, de nem szeretem. Szóval én úgy vagyok vele, hogy én ezt nem szeretem. Valakinek jó, valakinek nem. Ugyebár itt van telefonról. 12 GB RAM. És még tud virtuál memóriát, még 3 gigát társítani a készülékhez.
Az jó szerintem. Na, ez egész jó. Most nem kapcsolom be. Ugye a belső memória, ez is 256 GB-os. Nagyon jó, örülünk neki. A képernyő felbontása 1080x2160 pixel. Front, vagyis előlapi kamera 16 megapixeles, hátlapi 5 megapixeles, ez itt, ugye egy kamera található rajta. És ugyebár mutattam az előbb, két cím és egy memókártyát fogad egyszerre. Na viszont nézzük, hogy a esetleges játékokat hogy viszi, mondjuk egy PUBG-t. Ami egyből szembe tűnik nekem, hogy nagyon jó minőségű sztereó hangszóró van benne. Nagyon jó zene van, jól hallatszik a zene rajta. Na nézzük. Hát itt akadást nem látok benne. Nem véletlenül Helio G99-es processzorra nem is rossz a teljesítmény. Nos, nézzük játék közben. Nem érzek úgy akadást. Nézzük, ha lövök egyet. Semmi. Hoppa. Ez nem használható. Hát figyeljetek, egész stabilan fut rajta a PUBG. Akadást nem érzek rajta, na nézzük a másikat. Egy kis aszfalt 9-et kipróbálunk vele. Játékélményre se rossz a cucc. Jó hangos. Tessék. Grafikára is nekem tökre megfelel, nagyon jó, egész jó. Na nézzük a hangtesztet. Ó, bocsánat, ez én voltam. Bénázok egy picit. Elfelejtettem, ennek itt van a hangerő szabályozó. Figyeljetek, jó hangos, és egész jól szól. Na nézzük a képernyőt, mekkora lehet maxba felhúzni az egész videót. 1440-60 FPS-re. Na, arra kíváncsi leszek. Egész stabilan fut. Mindig elfelejtem, hogy ennek nem itt van a hangerő. Nézzük a színeket. Nyilván mivel nagyon nagy izébe van állítva, akkor lassabban tölti be. Akkor rá fókuszáltatni a kamerának. Itt talán jó, egész jó eltalálja a színeket. Pedig ez csak egy sima IPS panel. Szép. Jelző az, teljesen elégedett vagyok vele, egész jó felbontása. Na nézzük ebbe is van rádió, be tudjuk-e indítani? Ó, na úgy jó lefon. Hát fülhallgató kell a készülékhez, hogy működjön a rádió. Hát azért ez kemény.
Szomorú vagyok. Ugye itt a walkie-talkie funkció, most mivel a PTT gombot nem fog megnyomni, mert igazából az antennát rá kéne tennem. Így lehet látni, be van állítva valami alapcsenelek, 16 csatorna, mindent lehet állítani, lehet csevegni is így izén keresztül. Nem rossz, csak az a baj, digitális, szóval nem tudom nektek rendesen bemutatni, ne haragudjatok. Szokásos tollbox, csak most, oké. Ugyebár iránytű, kompassz, ezek nincs, úgy látom nincsenek lemagyarozva, vagy hogy mondják, magyarra állítva. A zseblámpa az egy viszonylag erős fényű dolog, szóval használható. Viszonylag egy egész jól eltalált készülékről beszélünk, láthatjátok, hogy mit bír. Nos, mit tudok erről a készülékről elmondani? Egy egész jól kitalált kis eszköz. Igazából túl nagynak nem érzem. Jó üzemidővel ennek, mégiscsak egy 10.850 mAh-es akkumulátor van benne, gyerekek, amit 33 watt-tal lehet tölteni. Ezt a telefont is lehet powerbankként használni, hogyha muszáj valami konzumer telefont tölteni. De ami nekem szívfájdalom, és csak azért szívfájdalom, mert nincs hozzá digitális rádióm, hogy kipróbáljam, de DMR, nem PMR, a PMR az analóg, ugyebár ugye mutatom is nektek, nekem ilyen rádió van, ez analóg rádió, ez a 16 csatornát fogja rendesen, de ő digitális, így nem tudom sajnos kipróbálni vele, így sok értelme nem lett volna, hogy föltökre, amit antennát is próbálok adni, mert nem értettem volna belőle semmit, ugyanis a digitális adás az analógon ennyi hallatszik, és ennyi. Kipróbáltam ugyan videón kívül, de nincs értelme, hogy mutogassam. Ez olyan embernek lesz igazán jó, akinek digitális rádiók vannak alapból a munkahelyén, alapból fogja is használni, de nem kötelező használni rajta az izét. Azt ennyi. Igazán nem tudok. A sztereó hangszóró nagyon jók, imádtam, tényleg jól szólnak. Ja, és amit elfelejtettem mondani, az ujjanyomat szenzor végre nem a bekapcsoló gombomon, hanem külön, tény, jobb lenne, itt hátul lenne, persze mindenki ott szereti, vagy itt elől, de meg is mutatom, de ez az ujjam van bekalibrálva. Tökéletesen jól működik, teljesen jó. Ugye stockdroid-dal kapjuk, azt mondtam. A kimenő watt teljesítmény digitális DMR, nem PMR, 400 × 470 MHz, ha jól emlékszem, az max 2 watt. Ami azt jelenti, hogy ilyen 10 km-es hatótávja van, tiszta területen, walkie-talkie-ként, de csak digitális walkie-talkie-val működik a walkie-talkie funkció, ugyanis ebbe már digitális walkie-talkie-t raktak. Sajnos nagy szívfájdalmam az, hogy a rádió nem működik, nincs beleépítve a rádiónak az antennát, szóval külön be kell dugnom hozzá az antennát, ez egy hátránya van, meg a nekem legalábbis a digitális rádióadó, valaki ennek nagyon fog örülni, én annyira nem örülök neki, hiszen én szerintem mai napig nagyon sokan az analógot használják, bár nagyon sok helyen használnak már digitálisat is. Ma Alex voltam. Ha tetszett ez a videó, és esetleg kedvet kaptál ez a készülékhez, akkor tiktoklaptop.com-on megtalálod. A linket leteszem a leírásba. Légy szíves egy lájkot, vagy egy feliratkozást, esetleg oszd meg a videót, hogy tudjam minél több ilyen tartalmat csinálni. Ma Alex voltam. Sziasztok! Ja, és még miért lemaradna? Köszönöm a tiktoklaptop.com-nak, hogy rendelkezésemre állították ezt a készüléket. Nagyon örültem neki, hogy ismét találkoztam egy Ulefone walkie-talkie kis telefonnal. És kövessetek tovább, ha még szeretnétek ilyen rakétfonokat látni, amit a tiptoplaptop.com-nál meg lehet venni, nagyjából ami érdekes lehet, azt be fogom mutatni. Sziasztok!